Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Nagyon rég volt már angolos videó, úgyhogy ebben a maiban olyan kifejezéseket hoztam, amelyek nagyon hasznosak ilyen éttermi környezetben. Majd meglátjátok, hogy miről beszélek. Néhány szóról és kifejezésről van szó, úgyhogy nagyon rövid lesz ez a videó. Hogyha emlékeztek, akkor olyan 2 évvel ezelőtt töltöttem fel egy olyan videót, amelyben különböző amerikai ételekkel, italokkal kapcsolatos szavakat néztünk meg. Azt ide kattintva megtaláljátok, de most nem is húzom az időt, vágjunk bele ebbe a videóba. Az első ilyen dolog, hogyha egy olyan étterembe mész, amely nem gyors étterem, vagy ilyen lánc, mint például a Burger King, vagy Chipotle, Five Guys, stb., akkor, hogyha belépsz, valószínű, hogy látni fogod azt a táblát, amely azt mondja, hogy wait to be seated. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak így bemész és leülsz oda, ahova szeretnél, hanem valószínű, hogy lesz egy hostess lány, vagy egy host srác, aki majd annak függvényében, hogy hányan szeretnétek enni, megmutatja, hogy hova tudtok leülni. És akár meg is kérdezheti, ez így szól, hogy do you have a reservation? Tehát, hogy van-e foglalás? Itt arra szeretnék kitérni, hogy bár a foglalásra az a szó is használatos, hogy booking, tehát van egy ilyen honlap is, hogy booking.com, ugye, amikor ilyen hoteleket, hosteleket, ilyesmit foglalunk, viszont itt USA-ban, hogyha éttermi környezetről van szó, a foglalás az a reservation, és ezt így szokták kérdezni, hogy do you have a reservation? Na és ha már ugye étteremben eszünk, akkor van egy olyan kifejezés, amely úgy szól, hogy eat out, tehát ez egy ige, ez egy cselekvés, mert nem úgy szokták itt mondani, ahogy magyarról szeretnénk fordítani, hogy étteremben eszünk, tehát hogy eat in a restaurant. Olyan létezik természetesen, hogy go to a restaurant, hogyha elmegyünk egy étterembe, de van itt ez a szó, hogy eat out, amely kifejezi lényegében azt, hogy nem otthon eszel. Tehát amikor te azt mondod, hogy I eat out twice a week, akkor mondjuk 2-szer 1 héten eszel nem otthon, hogy a nyakateketem mondjam. Tehát, hogy 2-szer 1 héten mész valahova étterembe, eat out. Amikor akárhova mentek, legyen az gyors étterem, ilyen elegáns étterem, stb. Eat out, ez jelenti azt, hogy nem otthon főztök, hanem kint, eat out, tehát kint kajátok valahol. Ez viszont nem összekeverendő a take out kifejezéssel, amely főnévként funkcionál itt nagyon sokszor, és ez pedig azt jelenti, hogy megrendelitek a kaját az étterembe, amit elcsomagolnak, és nem ott eszitek meg. Tehát vagy hazaviszitek, vagy esetleg kiviszitek a parkba, megeszitek valahol máshol. Ez nem összekeverendő a delivery kifejezéssel, mert a delivery az, ami otthon is működik, hogy kihozzák házhoz. Tehát, hogy legyen az pizza, vagy bármilyen főtt étel, akkor delivery szóval fejezzük ki azt, hogy fölhívod őket, megrendeled és kihozzák. A take-out viszont azt jelenti, hogy odamész az étterembe, és elcsomagolják, és nem ott eszed meg. Hogy egy mondat környezetet adjak hozzá, tehát ez úgy hangozhatna például, hogy azt mondod, hogy I don't feel like cooking tonight, nincs kedvem ma főzni, let's get some take-out. Tehát, hogy rendeljünk, vagy együnk valamit, amely ez a take-out fogja kifejezni azt, hogy oda mentek, megrendelitek, elcsomagolják, és aztán otthon, vagy akárhol máshol megeszitek, oké? Tehát az első volt az eat-out, amikor kint esztek valahol étteremben, nem otthon, a take-out pedig, hogy becsomagolják, és hazaviszitek. És akkor hátra sikerül mindenkit megkavarnom, hogy van a harmadik, amellyel nem kellene, hogy összekeverjük a take-out, meg az eat-out, meg ilyenek, ez pedig a to-go. Ez jelenti azt, hogy elvitelre kérsz valamit. Ez bármilyen étteremben, akár egy Starbucks kávézóban is úgy hangzik, hogy megrendelsz valamit, majd a felszolgáló, vagy a pultos hölgy, vagy úriember megkérdezi, hogy for here or to go, ami azt jelenti, hogy itt fogyasztod, vagy elviszed. Oké? Tehát a to-go az, amikor viszed magaddal. És akkor nézzük meg azt a részt, amikor már fizetni kell mindazért, amit eszünk, iszunk. Erre van egy szó, amely nagyon-nagyon összezavar mindenkit, hogyha nem jártas, vagy ez az amerikai angol újdonság számára, ez pedig a tab kifejezés, mert mi vagy a check, vagy a bill szóval szeretjük kifejezni azt, hogy számla. Tehát otthon is azt hiszem, hogy így tanítják nagyon sok nyelvkönyvben, hogy may I have the bill, please? Can I have the check, please? Tehát check meg bill az nagyon megy, még a receipt szót szokták használni, mint számla, de az úgy éttermes környezetben annyira nem gyakori. A check meg a bill azt szoktuk ismerni, de csak hogy itt van ez, hogy tab. Na mi ez a tab? Ez azt jelenti, hogy pont ezt jelenti, hogy van egy számlád, ez egy bárban lehet, egy étteremben, stb.
Aztán, hogy egy kis kulturális különbséget mondjak, nagyon sokszor összezavarja ez is a turistákat, hogy mikor megjössz itt egy bárba, az USA-ban, megérkezel, akkor mondjuk kikérsz egy sört, mondjuk két sört kikérsz, és akkor megkérdezheti tőled a pultos, hogy do you want to start a tab? Would you like to start a tab? Ez azt jelenti, hogy nem fogsz egyenként fizetni minden egyes kör után, hanem hogy elteszik a kreditkártyádat, vagy a hitelkártyádat, és igazából van egy tab, ami nyitott, opened, ami nyitott, és arra fogyasztasz egész este, majd azt a végén lezárod. És erre van az a kifejezés, hogy close the tab, vagy close out the tab, tehát mikor például már mennél haza, akkor csak annyit mondasz, hogy I need to close out my tab, tehát hogy rendeznem kell a számlát, ki kell fizetnem. És kérdés, hogy de most akkor ez hogy működik? Tehát én azért tudom, mert én is felszolgáló voltam, tehát ez azt jelenti, hogy a számítógépben, mikor mi beütjük, akkor ugye le van húzva már a kártya, és akkor megvannak a kreditkártyának az adatai, arra egész este fogyaszt a vendég, majd a végén a teljes összeget vonja le, igazából tehát a teljes összeg kerül levonásra a kártyáról, mert utána kitölti az úriember, hogy mennyit szeretne még borravalónak hagyni, amit majd mindjárt megnézzünk, hogy hogy szól, és az a végső összeg kerül igazából levonásra a kártyáról, mert hogy a számítógép elmenti a kártyának az adatait. Oké, tehát ez a tab és close out the tab, ez ami sokaknak szerintem újdonság lehet. És akkor végül nézzük meg, hogy hogy van ez a borravaló dolog, ez pedig a tip szóval működik, amelynek kicsit ilyen fancy, elegánsabb változata a gratuity, mint borravaló kifejezés, és óriási kulturális különbség az USA és Európa között, hogy itt bizony kell borravalót adni, nem is keveset, tehát a 20%-ot illik, tehát 15 az a minimum, de 20-at illik adni. Ez azért van így, gyorsan elmondom, mert itt a felszolgálók, pincérek, pultosok, stb. Nem rendes fizetést kapnak, és azon felül a borravalót, hanem ők a minimál bérnél sokkal kevesebb borrabért kapnak, és amit ők megkeresnek, az mindaz, amit tip, tehát borravalóként kapnak, az ő keresetük. És hogy ez lehet, hogy felháborító egyes európaiaknak, hogy úristen, hogy mennyi borravalót kell hagynom, viszont itt USA-ban ez bevett szokás, ez egy elfogadott, ezt mindenki tudja. Tehát én, amikor elmegyek valahova enni, ritkán, de hogyha elmegyek, akkor én ezt mindig belekalkulálom. Tehát én soha nem csinálnám azt, hogy nem hagyok elég borravalót, azért, mert én is felszolgáló voltam, tehát tudom, milyen az, hogy a te kereseted abból van. Tehát én soha nem hagynék ilyen 5-10% borravalót, hanem hogyha tudom, hogy kint fogok enni valahol étteremben, akkor ez bekalkulált költség, hogy a kaja plusz még a 20%, ami a felszolgálónak a bére, az a borravaló, jó? És akkor ez a tip, vagy a gratuity szóval működik. Na, ennyi lett volna már ez a nagyon rövid amerikai, angol és kulturális különbség lecke. Hogyha bármilyen észrevételetek vagy véleményetek van, akkor ezt a komment részben nyugodtan hagyjátok. Hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkot is szívesen elfogadok, és minden infót megtaláltok a Skype angol óráimmal kapcsolatban a leírás részben, illetve e-mailben tudtok elérni, de Instagramon is akár, ott is szoktam ez a direct message, vagy üzeneteket kapni, amelyben érdeklődtök az órákkal kapcsolatban, és ne felejtsétek el, hogy van még egy csomó más angolos videó is a csatornán, és még lesz is a jövőben. Én mindenkinek nagyon jó tanulást, gyakorlást kívánok, sok sikert az angolhoz, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok ebben a videóban, vigyázzatok magatokra, sziasztok! But I just can't let go.